Oroszország barbár és embertelen háborút folytat Ukrajna ellen, jelentette ki Kamala Harris szombaton az 59. müncheni biztonsági konferencián. Az amerikai alelnök a világ legrangosabb nemzetközi biztonságpolitikai fórumán orosz fegyveresek által Ukrajnában elkövetett gyilkosságokról, kínzásokról, szexuális bűncselekményekről és ukrán állampolgárok Oroszországba áttelepítéséről gyűjtött adatokat ismertetve kiemelte, hogy Oroszország széles körű és rendszerszerű támadásokat intéz Ukrajna lakossága ellen. Áttekintettük a bizonyítékokat, ismerjük a jogi előírásokat, és nem kételkedünk abban, hogy emberiesség elleni bűncselekményekről van szó, tette hozzá. Az Egyesült Államok kormányának nevében azt mondom a bűncselekmények elkövetőinek és feletteseiknek, vagy bűntársaiknak is, hogy felelősségre vonjuk őket, fogalmazott az alelnök hozzátéve, hogy valamennyi ismert és ismeretlen áldozat ügyében igazságot kell szolgáltatni. A demokratapolitikus kijelentette, hogy hazájában pártpolitikai oldalakat átívelően egységes és szilárd Ukrajna támogatása. Az Egyesült Államok így kitart Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges.